Teherautóval és darús kocsival érkeztek a 60-i Szolgáltató Kft. Munkatársai egy új 60-i családi ház udvarára. Hamarosan megkezdik ennek a közel 15 méteres ezüstfenyőnek a kivágását. A munkálatokra azért volt szükség, mert mostanra a fa túlméretessé vált, mondta Kerepesi Zoltán tulajdonos, aki ezért döntött úgy, hogy kivágatja a fenyőt és felajánlja a város számára. Méreténél fogva lassan balesetveszélyes lesz ez a fa a szélviaroknál, a gyökérzete is, hát úgy gondoltuk, hogy nem akarjuk elkútyavet kérni, hanem inkább egy nemesebb célra ajánljuk föl ezt a fát. Miután a 60-i Szolgáltató Kft. Munkatársai kivágták a fát, egy teherautóra emelték, majd a fenyőóriás elindult a Kossuth térre. A munkálatok fennakadás nélkül zajlottak, így mostanra a város karácsonyfája elfoglalhatta ünnepi helyét. Hamarosan megkezdődik a fa díszítése is, hogy advent első hétvégéjén már teljes ünnepi pompában fogadja a 60-iakat.